Itt a városkámban van egy csorgó, egy ilyen forrás, onnan vizet tudunk hordani, és nem kell csak vizet igyunk. Az én városkám nem csak egy város, az otthonom. A decemberi kezdeményezésemre, hogy építsünk együtt egy garázs, stúdiós, vlogger, digitális névjegykártyás, organikus, hálózatos média közösséget. Úgy látszik, hogy jó fogadtatásra talált, mert délvidékről, Szerbiáról, ahogyan korábban is mondtam, föntről, felvidékről, és most éppen Székelyföldről, Balánbányáról kaptam egy bemutatkozó telefonos videót, úgyhogy tessék! Sziasztok! A nevem Domán, innen egy hölgybe meg buhó városkából jelentkezek. Van egy erdélyi kupu kutyám, Borinak hívják. És ebben a városban nagyon kevesen vannak. Itt vagyunk a teraszon. Láthatjátok az ők szép zöld fenyőket. A medvék szoktak jönni nyáron, de most jelenleg alusznak. És van egy ilyen jó kis palitja. Egyszer-egyszer találjuk a kutyák, hogy tiltakoznak. Na, megmutatom, hogy lövök. Várjatok. Oda fent vannak olyan vezetékek ott, és azok fölött egy átreptettem. Mikor ide költöztünk, 3 éves voltam, állítólag drogig volt emberrel a város, de mióta bezárták a bányát, senki sincsen emberek a városban, alig vannak. Értitek? Ha bárhova akarok menni, korizni, korcsolyázni, gördeszkázni, ugrálóházba menni, íjászkodni, lovagolni, úszni. El kell hagynunk a várost, autókázni. Legalább autókázunk, nem otthon ülünk. Most is el kell hagynom, hogy tudjak menni, úszni a várost. Vagy korcsolyázni a várost, el kell hagyni. Ez a kis város, alig vannak emberek, nincs sok ember, de van valami, ami nagyon szép. Az. Az örök szép zöld fenyők. Készülök a harcra. Ugyanis felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek szülőket, mert a pandémia alatt otthon tanítatták gyerekeiket. A románoknál. 4 hónapot kaptak felfüggesztettet. Annó én is tanultam otthon. Mint magántanuló. Egy ideig. De akkor még nem volt gond. Bár kőkemény kommunizmus volt akkor. Nemrég ismét a Közel-Keleten, egészen pontosan Izraelben filmeztem a Hardufi kibucban. És egy ottani pedagógusnak feltettem a kérdést, azaz kellenek-e iskolák? A válasz nem késett. I believe that the school system like it is won't. Azt hiszem, hogy az iskola rendszer ebben a formájában nem fog sokáig fennmaradni. De oktatásra persze szükségünk van, és a közösség is megint kulcsfontosságú elem itt. Mert ha a gyerekek megtapasztalják, hogy körülöttük oktatás zajlik, akkor elkezdhetünk tenni valamit. Az első kihívás az volt, hogy egy Waldorf iskolát kellett létrehoznom Hardufban. Ez volt Izraelben az első Waldorf iskola. Nagy kihívás volt ez, amely körülbelül 15-20 évig tartott. Csak az, hogy egy jó Waldorf iskolát létrehozzak, izraeli zsidó Waldorf iskolát. Ez volt az első kihívás, és még mindig az. Then the second challenge was to create
A második kihívás a Waldorf mozgalom kialakítása volt Izraelben. Egy olyan rendszert kellett kialakítani, amelyben a tanítók, az emberek beszélgettek egymással. És létre kellett hozni az igazi zsidó Waldorf minőséget. Amikor pedig Veterli Tamáshoz mentem el annó, ugyancsak kérdeztem. Ő pedig ezt válaszolta. Az iskola betegít. Miért betegít? Mert nem veszi tekintetbe, hogy mikor milyen a gyerek testileg, lelkileg és szellemileg. Például, miért olyan nagy a kisgyerek feje, mikor iskolába megy viszonylag még mindig? Persze később se a feje megy össze, hanem a teste nő meg, tehát az arányok változnak. Azért olyan nagy, mert neki egy felnőtt agyveleje van. Tüdőlebenyeinek felszíne 1/5 a felnőttének. Neki 5-ször olyan gyorsan kell a vérét keringéltetnie, hogy a legoxigén igényesebb szervet, az agyat kellő mennyiségű oxigénnel ellássa. Na most a rendes iskolába bejön a kisgyerek, és ülnie kell 45 percig. Mi az, hogy 45 perc? Ilyen egység nincs. Figyelmének terjedelme 6, 12, 17 perc. Jó, a zseniális tanítónéni tudja, váltogatja a tevékenységeket, de neki még rengeteg mozgás, 4 óra intenzív mozgás kéne a szabad levegőn, mozognia, futnia, ordítoznia. Kellene ehelyett leültetem 45 percre. Ez önmagában betegít. Magyar vizsgálat, a lányok mindig egészségesebbek, mint a fiúk, kivéve mikor iskolába lépnek. Az iskola az a lányok sokkal jobban alkalmazkodnak, sokkal jobbak, okosabbak, öröm velük dolgozni, a fiúk gonoszak, ostobák, agresszívek, megkeserítik a tanár életét. És a gonosz kutatók kimutatták, hogy a lányok iskolába lépéstől szignifikánsan betegebbek, mint a fiúk. Fejfájás, szédülés, gyomorfájás, hasgörcs, hányinger, hányás, szorulás, hasmenés, csupa-csupa pszichoszomatikus tünet, megbetegszenek attól, hogy jól alkalmazkodnak a mai iskolához. Ez most minden iskolára vonatkozik, reméljük a Waldorfra nem annyira, ahol azért van ritmikus rész, mozgás, stb. Stb. És az alternatív iskolákban általában. Nekem már csak egy kérdésem maradt. Nem kéne hagyni bedőlni ezt az ócska nevelési rendszert, hogy végre összeomoljon és építsünk egy újat az alapoktól. Közösen. Mit is mondott András Fali Bertalan annó? Sokan 10 könyvet elolvasnak, és írnak egy 11. könyvet. Én meg per terepre jártam, filmeztem, följegyeztem, és olyan dolgokról írtam, amikről senki nem írt. Meg kell ismerni a nép kultúráját és történetét. A németek 6-8 ezer népdalt ismernek. Mi 200 ezeret tartunk nyilván a Zenetudományi Intézetben. Tehát látszik, hogy itt van lenne a legnagyobb szükség arra, hogy a népi kultúra valamilyen formában újra közösséget teremtsen, újra büszkeséget a múlttal is, és barátságot a kortársakkal megteremtsen. Tehát a művészeti nevelés az alapja. Ugye a Kandály-Kodály módszer nem az, hogy szolvizálni megtanuljon. Szeressen együtt énekelni. Az a lényegen. Nem az, hogy énekhóráknak a legnagyobb részét utálják a gyerekek, mert szolmizálásra tanítják őket. Ugye? Ugyanúgy a gyerek játékokkal. Hát most minden játék az verseny. Ki erősebb, ki butább, ki nagyobbat ugrik, ki nagyobbat köp, stb. A népi játékokban nincs győztes és legyőzött. Következetesen több ezer év óta. Az együtt éneklés, az együtt játszás öröme, az pótolhatatlan, azt nem elégíti ki egy bizonytalan győzelem se. De ezekre kell rászoktatni a gyerekeket. Az Antal kormányban volt kulturális miniszter egy ideig, de gyorsan eltüntették, mert kimondott pár dolgot. Márciustól ismét útra kelek, és megcsináljuk ebben az évben együtt ezt a kis médiahálózatunkat, egy szabad, friss médiát, nektek, nekünk. Fogel Frigyes voltam. Egy szabad filmes. Sziasztok!